Jó estét kívánok! Nagy örömmel köszöntök mindenkit a titokfejtő vágtázó körnek a mai találkozóján. Ez a titokfejtő kör, látom, hogy van azért egy pár új arc itt, pár új ember, hogy egy pár szót hagy szóljak a titokfejtő körről. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt jött létre, és igazából az édesapám a Grand Pierre Cayenne-re kezdeményezésére, hogy létrehozunk egy olyan kört, amelyik a titkok megfejtésével foglalkozik. Az emberhez az csak olyan élet méltó, ami az életünk alapkérdéseit megoldja, tehát mindenkinek foglalkoznia kell az életünk alapkérdésének a megoldásával. Ez a titokfejtő körnek is a jelmondata, életünk alapkérdései megoldást követelnek, és hát mindannyiunknak feladatot kell vállalni, hogy megoldjunk valami olyan feladatot, olyan titkot, ami előre viszi az életünket és a többiekét, azt a közösséget, amiben élünk. És hát ezért hoztuk létre ezt a titokfejtő kört, amelynek a mai vendége Bunyavár Zsuzsa. És őt régóta ismerem, még a rádióban újságíróként, a Vasárnapi Újságnak a munkatársaként ismerkedtünk talán meg. És azóta... Igen. És azóta úgy tűnik, hogy több szálon találkoznak a pályáink és az érdeklődésünk. És most nemrég megjelent egy könyve, ami nagy port vert fel, és ez egy nagyon izgalmas könyv, aminek a kapcsán tartja a mai előadását, aminek a címe a Kárpát-medence, a civilizáció bölcsője. Egy pillanat még. Igen. Március, igen, az, mi is lesz az? Ja, így van. Március 6-án, igen, csütörtökön, Bogár László fog itt előadást tartani. A címe megvan a fejedben? Nincs, sajnos. Bogár Lászlónak nemrég jelent meg egy könyve, amiben eléggé szókimondóan és eléggé mélyre hatóan, a szokásosnál mélyebbre hatóan vizsgálja a mai magyar és a világ állapotokat, és hogy milyen megoldást találhatunk a mai egyre nehezebb állapotokból. Úgyhogy akkor átadnám a Zsuzsának a szót, hogy beszéljen arról, hogy a Kárpát-medence valóban a civilizáció bölcsőjének is tekinthető. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek önök között. Egyből helyesbíteném az Attilát, hogy nagy port vett fel a könyv, nem vett fel semmilyen port. A magyar média egészen feltűnően hallgat róla, és én erre nagyon büszke vagyok. És a Jézusnak a szavai jutnak eszembe, hogy akinek van füle, az hallja, és valóban ez történt, hogy a magyar média az hallgat, de furcsa módon ez az olvasók, azért azok, akik érdeklődnek a téma iránt, mégis valamilyen rejtélyes vagy valami isteni útmutatás alapján eljutott, és olyan külön utat járt már be ez a könyv, amire én nem is számítottam. Én egyszer csak úgy gondoltam, hogy a Jóisten kijelölte erre a feladatra, hogy ezt írjam meg. Ennek próbáltam maximálisan eleget tenni, és azóta a mű így önálló életet él, számomra is döbbenetes sikeres, én hetedik vezető a sikerlistát, és a negyedik kiadás van éppen fogyóban 3 hónap alatt. De ez nem az én érdemem, én a égi forgatókönyvet próbálom csak beteljesíteni. Néhány szót kénytelen vagyok mondani magamról, csak a továbbiak miatt, mert én nem vagyok se történés, se régész, se nyelvész, se semmilyen. Orvosi egyetemen végeztem, gyógyszerészként és biokémikusként dolgoztam. Tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy egy magyar őstörténettel, magyarság történetével foglalkozó könyvet miért egy biokémikus írja meg ma Magyarországon, ez az egész, ez egy egészen beteges és ilyen lehetetlen állapot. De ugyanezt mondjuk, ezt a kérdést Attilával kapcsolatban is feltehetjük, hogy miért egy csillagásznak kell ma Magyarországon a magyarság történetével foglalkozni. Mert hogyha körbenézünk a világon, akkor mindenhol azt tapasztaljuk, hogy az adófizetők által fizetett történészek, nyelvészek, régészek, stb. Dolgozzák fel az adott népnek a történetét. Tehát ez a lehetetlen helyzet, ami ma Magyarországon van, hogy a valós magyar őstörténetet
megíróknak a 90%-a gyakorlatilag az laikus az érintett szakterületeken. Na most ugyanígy vagyok én is, ami miatt én nekiálltam ennek a könyvnek, és akkor még nem tudtam, hogy ez ilyen terjedelmű lesz, az egyszerűen csak annyi volt, hogy a logikám nem hagyott nyugodni, mert olyan ellentmondásokat láttam a magyar történelemben, ami számomra egyszerűen érthetetlen volt. Csak hogy néhányat említsek, hogy miért van az, hogy ugye azt tanítják, hogy évmilliókig az ember nem csinál semmit, az ősember, hanem csak patintgatja a köveket, majd egyszer csak kipattan a sumér kultúra, az ugye Krisztus előtt 4000 után, akkor már fejlett írásrendszer van, 7 emeletes templomokat építenek, a fennmaradt ékírások arról tanúskodnak, hogy fejlett törvénykezésük van, csak a bitumen szóra például 60 szót használnak. Olyan ékirat is fennmaradt, ami arról szól, hogy hogy kell megbüntetni a rosszul tanuló diákot, tehát iskolarendszer van. Olyan is rend van, hogy fennmaradt, hogy a orvost hogy kell megbüntetni, hogyha orvosi műhibát végez, egyszerűen hihetetlen. Tehát azt mondtam, hogy itt valami nem stimmel, hogy 2 millió évig patintgatunk, majd egyszer csak egy magas kultúra pattan ki, tehát ott közte vannak évezredek, amiről nem beszélünk, tehát miért nem beszélünk ezekről az évezredekről. Még egy ilyen furcsaság volt számomra, az, hogy ugye azt tanítják, hogy a legkorábbi civilizációk azok a nagy folyók partján alakultak ki, tehát Nílus, Tigris, Eufrátesz, Indus, később ugye a Sárga folyó partján. És azt mondtam, hogy ez rendben van, de akkor mi van a Duna-Tiszával? Hát az is olyan köz, Duna-Tisza partján, hogy nem alakultak ki, hogy miért nem tudunk ezekről. Na most lehet azzal védekezni, hogy az előbb felsorolt folyók, azok mind mediterrán vidékeken vannak. Tehát nyilvánvalóan, amikor jégkorszak volt, azt tudni kell, hogy az utolsó jégkorszak a Földön az Krisztus előtt 10 000 körül ért véget, tehát akkor kezdődött a felmelegedés. Tehát amíg jégkorszak volt, addig nyilvánvalóan a mediterrán vidékek voltak alkalmasak az életre. És hát Európának a nagy része jég alatt volt, és akkor lehet azzal védekezni, hogy a Duna-Tisza az kiesett ebből. Azonban ez egyből megdől, hogyha egy kicsit megfolygatjuk a kérdést, ugyanis a Kárpát-medence világviszonylatban is kimagasló számban tartalmaz félvízi forrásokat. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor Európának a nagy része alkalmatlan volt az életre, vagy ha nem is az életre, hanem egy valami fajta civilizációs tevékenységnek a felmutatására, a Kárpát-medence akkor is alkalmas volt. Na most én azt mondtam, hogy hát hogyha a Kárpát-medence is alkalmas volt, akkor itt a Kárpát-medencei leleteknek valami előrefutást kellene mutatni ugye Európa többi részéhez. És akkor itt megint egy ellentmondásba ütköztem, mert úgy tűnik, vagy legalábbis azt sugallják a történelemkönyvek, mintha a Kárpát-medencének az őskora, vagy a Kárpát-medencének a történelme az a római hódítással kezdődött volna. Mintha nem lett volna a Kárpát-medencének őskora, és ez érthetetlen volt számomra, hogy miért ne lett volna, tehát ezeket így miért hagyják ki. És eleve lehetetlen, mert a római légiók Pannoniát több évtized alatt foglalták el. Tehát ha azt mondom, hogy a világ akkori legnagyobb hadseregének 40-valahány évig valakik ellenálltak Pannoniába, akkor azt jelenti, hogy itt valami fejlett társadalom volt. Ez az akkori életkort nézve, ez 2 generáció, ugye? Tehát itt 2 generáción át, 40-valahány évig valakik ellenálltak a világ legnagyobb hadseregének, akkor ez nem állhatott üresen, ez ilyen egyszerű. És azt sugallta minden ilyen szakirodalom, hogy a Kárpát-medence egy ilyen átjáróház. Tehát itt nem sose folyamatosan laknak, hanem mindig jön valaki, arrébb mennek, stb. Na most mindezek az ellentmondások így bugyogtak bennem, és akkor megpróbáltam mindezt valahogyan összeszedni és leírni, és most így összefoglalva azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen folyamatos csúsztatásokra jöttem rá. Ha nem is csúsztatásokra, hanem egyszerűen arra, hogy úgy tűnik, hogy a magyar történetírás per pillanat egyről szól,
eltitkolni azt, hogy a magyarságnak igenis dicső múltja van, és majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez az őskorba hova vezethető vissza, és elfedni azt a folytonosságot, hogy a Kárpát-medence folyamatosan lakott, és folyamatosan magas kultúráknak a helyszíne. És mielőtt erre még visszatérnék, a történetírásunkkal kapcsolatban azt el kell mondani, hogy ez a lehetetlen helyzet, ez miért alakult ki, és visszatérnék oda, hogy miért egy biokémikusnak, meg más amatőröknek kell ezzel foglalkozni. Ugye a történetírásunkat azt nem a magyarok írják ma a magyar történelmet, ezt így lehetne összefoglalni. 1820-as években a bécsi kancellárja adta ki először a parancsot, hogy a magyarságnak egy olyan történetet kell írni, ami nem a dicső múltat mutatja be. Na most ez nyilvánvaló érthető, hogyha egy népet le akarnak igázni, akkor a gyökereiktől kell megfosztani. Nem jó, hogyha egészséges öntudata van a népnek, tehát, és ehhez a történelemnek az ismerete, illetve a nem ismerete az elengedhetetlenül szükséges. Na most ezt a történelmi szemléletet, tehát bizonyára önök tudják, akik régóta ide járnak, ezt 1877-ben Trefort Ágoston, az akkori magyar kultuszminiszter is magáévá tette, és egyszerűen kiadta a politikai parancsot, hogy mától az akadémia csak azokat támogatja, akik a finnugor eredet elmélet mellett törnek állást. De semmi más nem történt, mint hogy a politika beleszólt egy szakmai kérdésbe, mert a történelem vagy a régészet ez egy szakmai kérdés. Na most nálunk ez kellene lenni. És úgy tűnik, hogy a világ nagy részén az is. Nálunk nem. Na most ez a szemlélet nagyon jó volt a kommunizmus alatt, tehát ott is ugye el kellett nyomni, és nagyon szerencsétlen módon a mai napig jó, a globalizáció alatt, amikor gyakorlatilag a nemzetállamoknak a felszámolása cél. Ha visszagondolnak a rendszerváltozás óta, se a jobboldali, se a baloldali kormány a Trefort Ágoston által meghatározott kijelentésen kívül, de ezen senki sem változtatott, se Fidesz, se MSZP, biztos itt nem lehet, nincs aktuál politika, ugye, de senki se. Tehát ugyanazok a történészek, akik 89 előtt mondjuk azt mondták, hogy Kun Bélának dicsőséges forradalma volt, az 89 június, mit tudom én, mióta azt mondták, hogy nem, vagy akik 56-ra azt mondták, hogy ellenforradalom volt, ugyanazok a történészek két nap múlva már azt tanították, hogy forradalom volt. Vagy nézhetjük bármelyik társadalomtudományt, a közgazdaságtant, aki a marxi tervgazdálkodást tanították egész életükbe, két nap alatt átértek a piacgazdaságra. Senkit nem rúgott ki senki nem vesztette el az állását, gyakorlatilag nem történt változás. Na most így van egy olyan speciális helyzet, hogy hatalmas szakadék tátong a politika által irányított magyar történetírás, és úgy tűnik, hogy a valós. Ezért Attilától elkezdve nagyon sok mindenkit tudnék említeni, aki nem történész, nem régész és nem nyelvész, csak egyszerűen olyan logikátlanságokat talál, hogy nem bírja ki, és tollat kell ragadni. Na most azt még el kell mondanom a könyvek kapcsolatban, hogy végig a könyvbe én a laikus újságírót játszom. Egyébként nem játszom, hanem az vagyok. Tehát én bevallottan laikusnak tartom magam, de én úgy gondoltam, hogy a magyarság történetét nem csak azoknak, ki valós történetét, nem csak önöknek és a önökhöz hasonlóaknak kellene megismerni, akik már úgyis így gondolkodnak, hanem a fényt ugye azt oda kell vinni, ahol a sötétség van. Én ezért úgy gondoltam, hogy a politikailag másik oldalon állóknak is tudni kellene arról, hogy kik voltak a magyarok. Nem egy csülhe, aki így véletlenül beesett a Kárpát-medencébe, mert gyorsabban lovagoltak, mint az őket üldözők. És ezért megsegített ebbe a Jóisten, és így mentem én az Alexandrához, ami nem nevezhető, ugye kifejezetten népnemzeti kiadónak. Így megvették olyanok is, akik mondjuk nem vettek volna meg egy Püski vagy egy Kairosz által kiadott könyvet. És tehát én nekem az volt a célom, hogy a másik oldal, rossz ez a másik oldal kifejezés, de nem tudok más mondani, tehát a politikailag máshogy gondolkodok számára is hiteles legyek, és ezért fontos kihangsúlyozni, hogy a könyvben én végig csak laikus vagyok, és szinte már aggályosan vagy betegesen vigyáztam arra, hogy soha ne én tegyek semmilyen megállapítást se. Ezért egy kicsit szokatlanul hosszú, kb. 70 oldal csak a
azért hivatkozások és jegyzetek, tehát minden megállapítást az adott szakterületnek a szakértője, tehát a nyelvész mondja ki, a régész mondja ki, a történész mondja ki, de én mind természettudományos kutatásokra foglalkozó ember, egyszerűen a logika eszközével felteszek olyan kérdéseket, vagy levonok olyan következtetéseket, amit önök közül is, tehát bárki gondolkodó ember levonhat. Nagyon vigyáztam arra, hogy lehetőleg a témának külföldi szakértője legyen, akire hivatkozom, tehát véletlenül se lehessen a magyarság iránti elfogultsággal vádolni, és úgy gondolom, hogy így, tehát így akkor lehetek, vagy így lehetek hiteles, hogyha nem mondom azt, hogy régész történész, vagy bármi más lennék, mint hős magyar agya. Na, és ezért a könyve gyakorlatilag egy ilyen közös nyomozásra hívom az olvasót, de most, amikor itt beszélni fogunk, ennek, tehát amiket mondok, mind a pontos hivatkozása megvan a könyve, tehát így nem a hasonlóra ütöttem, és így. Na, akkor térjünk vissza a Kárpát-medencébe és az őskorra, és hogy mindezt megértsük, egy pillanatig idézzünk még el annál, hogy jön össze a könyvnek a címe, a Szent Grál és a magyar őstörténet, mert ez ugye egy első hallásra nem teljesen nyilvánvaló. A Szent Grállal, ezzel a kifejezéssel a 12. században találkozunk legelőször, ekkor bukkannak föl Nyugat-Európában, elsősorban francia meg német nyelvterületen az úgynevezett Grál legendák. Ezek nem egységesek, többféle változatok is ismert, Parsifal, stb. Ezeket biztos ezekből ismernek néhányat. Na most ezekben szerepel egy titokzatos valami, amire több szöveg a Szent Grál kifejezést használja. Ez a misztikus valami annak ellenére, hogy többféle változata van a legendáknak, abban mindegyik megegyezik, hogy ez a misztikus valami, ami ugye a Szent Grál nevet viseli, ennek alapvetően három megjelenési formája van, vagy egy kő, vagy egy kehely, vagy egy valamilyen titkos tudás ősi bölcselet, tehát ez a három megjelenési formája. Ezen kívül utalnak egy titokzatos uralkodói vérvonalra, egy szent leszármazási sorra. Ez, akiknek a kötelessége a Szent Grálnak az őrzése és egy generációra generációra való továbbadása. Most nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezt a titokzatos valamit, legyen az bármi, csak a nyugati ember nevezte Szent Grálnak a 12. századtól, de ez nem azt jelenti, hogy a Szent Grál, legyen az kehely vagy egy ősi bölcselet, ne létezett volna sokkal korábban. Sőt, hát a vízözönig, ugye a bibliai vízözön az Krisztus előtt 4000 környékén volt az ásatások szerint, odáig visszavezethető, tehát létezett ez a Szent Grál sokkal korábban, csak a nyugati ember a 12. századtól nevezi Szent Grálnak. Na most a könyvben nem arra kerestem elsősorban a választ, hogy mi a Szent Grál, hanem a különböző megnyilvánulási formáinak kerettem a nyomába. Tehát mi van akkor, hogyha ez egy nagyon ősi titkos tudás, mi van akkor, hogyha ez egy kő, mi van akkor, hogyha kehely, mi van akkor, ha egy szent vérvonal. Na most mindegynek a nyomába eredtem, és hát annyiban nem fogom mondani, hogy milyen következtetésre jutottam. Legelőször a könyvbe az ősi tudás bölcselet nyomait kerestem. Ehhez tudnom kellett nyilvánvalóan, vagy megpróbáltam megtudni, hogy a legkorábbi civilizációs tevékenységnek a nyomaira mikor bukkanhatunk, tehát mikortól beszéltünk egy ősi titkos tudásról. Na és akkor így kerültem el az őskorba, mert bármennyire is próbáltam visszamenni az időbe, először csak ókor, őskor, azon belül újkőkor, átmeneti kőkor, mindig volt egy még régebbi, azt mondtam, hogy ez így nem fog tenni, akkor kezdjük egészen az emberi válásnál. És ahogy az emberi válással kapcsolatos dolgokat elkezdtem boncolgatni, teljesen döbbenteljes dolgokra bukkantam, és nem értettem, hogy miért nem ezzel kezdődnek a történelemkönyvek. A Kárpát-medencéből az emberi válásnak két világra szóló lelete került elő. Az egyik a 10 millió éves Rudeopithecus, olyan Rudi nevet viseli, ami már magán hordozza azokat az anatomiai jellegzetességeket, ami a beszéd kialakuláshoz kell.
És ott van a 450 ezer éves vértesszőlősen előkerült a kerességben Samu nevet kapott előembernek a nyomai, ahol nem csak hogy a lábnyoma ott maradt, hanem rengeteg eszköze, tűzhasználatra, tehát egy komplett ősember telep. És akkor azt mondtam magam, hogy itt van az emberi válásnak a két világra szóló lelete a Kárpát-medencébe, miért nincs olyan kifejezés, hogy Kárpát-medencei ember? Ugye találtak a kínaiak egy ilyen pici kis koponya darabkát, amit 200 ezer évesre becsültek, és ők azt mondják, hogy ez a kínai előember, vagy a pekingi előember. Na most a Kárpát-medencéből meg előkerül két ilyen tényleg hatalmas lelet, és nincs ilyen, hogy Kárpát-medencei ember. És mondtam, hogy hát miért nincs itt? Tehát itt valami nagyon-nagyon nem stimmel. A Neandervölgyének a nevét mindenki ismeri, na most a Neandervölgyi az kihalt, és nem őse a mai embernek. Azt tanítják, hogy a mai ember, tehát ez a mi fajtánk, ez kb. 50 ezer évvel ezelőtt jelent meg, akkor ha őt most felöltöztetnénk, ilyen mostani divat szerint, és itt lenne, akkor nem lehetne már megkülönböztetni tőlünk. És akkor azt mondják, hogy ennek a mai élő Kromanyoniak, Franciaország él előhely után Kromanyoninak nevezett modern ember, nek az eredete ismeretlen. És akkor úgy megint nem értettem, hogy tehát ismeretlen, itt van ez a két lelet, akkor akár származhatna a vértesszőlősiből is, igaz, de valamilyen rejtés ok miatt ez így nincs kimondva. Na, akkor elkezdtem egy kicsit bolygatni, hogy mit mondanak az emberi válásról. Hát azt tanítják, kétféle fő elmélet van. Az egyik az úgynevezett egyközpontú, ez azt mondja, hogy a mai Kelet-Afrikából vándorult ki. A másik pedig azt mondja, hogy nem egy helyen, hanem több helyen is, így akár Európába is kialakulhatott. Na most mondom, hogy nem kell belemenni a fejlődés fázisába, de én a Homo erectus, tehát már ugye az egy felegyenesedve álló ember, az a előtte lévő Homo habilisból alakult ki. Tehát azt mondtam, hogy akkor kell lenni Homo habilis leletnek is, hogyha esetleg a Kárpát-medencébe. Na és volt. Na most akkor innét, mert teljesen érthetetlen volt számomra, hogy tehát megvan itt az elődnek is a lelete is. Itt van ez a két világra szóló lelet. A vértesszőlősi ráadásul, az, amikor élt, akkor jégkorszak volt Európának a nagy részén, és a vértesszőlősi lelet minden szempontból előrefutás mutat. És amúgynak akkor az agytérfogata, mint a mai élő embernek. Tehát bocsánat, félmillió évvel ezelőtt, akkora már a koponyatérfogata. Találtak egy nálánál 200 ezer évvel fiatalabb, tehát már 2000 évvel később élt koponyaleletet az angliai Swancombe-ba, és annak 100 köbcentivel kisebb a koponyája, ami egy döbbenetes ellentmondás, ugye? Tehát több ideje volt fejlődni, és mégis kisebb a koponyatérfogata. Tehát Samu félelmetes előrefutást mutat. Már félmillió évvel olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a mai élő ember. De nem csak anatómiailag, hanem az eszköz használatában, azt írják a régészek, tehát ez mind a régészek mondják, tehát dokumentált, nem én találtam ki, hogy eszköz használata az olyan, amit a 30-40 ezer éves becsült tatai leleteknél találtak. Tehát magyarul 3-400 ezer évvel előre van az eszköz használatában. Ha még tovább megyünk, a húsfogyasztást nézve, a húsfogyasztása meg teljesen majdnem, hogy ez ilyen mai szintnek felel meg. És azt mondtam, itt valami nagyon nem stimmel. Itt van ez a Samu, minden szempontból előrefutás mutat, és akkor azt mondják, igen, ez még mind nagyon tetszik, azt mondják, hogy nincs utódja. Tehát minden ilyen Kárpát-medencei őskori lelet, annak nincs előzménye, és nincs utóélete. És akkor azt mondtam, hogy hát akkor miért ne fejlődhetett volna tovább Samu, hogyha előrefutást mutat a többihez képest, és a Kárpát-medence pedig kedvező életfeltételeket nyújt. De most úgy fogalmaztam a könyves, hogy az ősember se lehetett hülye, tehát hogyha itt jobb volt, mint Európa többi részén, ami jég alatt volt, akkor miért ment volna el a rosszabb életkörülmények közé, tehát akkor nyilván itt maradt, és akkor itt fejlődött tovább. És azt mondtam, hogy akkor nézzük tovább a leleteket. És akkor megint egészen döbbenetes dolgok derültek ki,
őrült nagy ellentmondások között, amit a leletek mutatnak, és tehát feltűnő az, hogy erről mit tanítanak. Eleve nem lehet az egész Kárpát, tehát nincs olyan régészeti atlasz, ami az egész Kárpát-medencét egyben mutatja, pedig nyilvánvalóan özösenben nem a trianoni határoknak megfelelő hagyott nyomokat maga után. A másik pedig az volt feltűnő, hogy mindig korszakolnak. Tehát szépen be van osztva az egész őskor, hogy ettől eddig ez, ettől addig az. A különböző művetségeknek különböző neveket adnak, nem egyszer egy magyar művetségnek, mondjuk egy Franciaországról, Franciaországból talált leletről neveznek el egy azonos korú magyar művetséget, és hogyha egy átlagos intelligenciájú érdeklődő olvassa, akkor az érzésre támad, hogy ez egy átjáróház a Kárpát-medence, véletlenül beesik ide valaki, megvilágosodik, felfedez valamit, aztán továbbáll. És gondoltam, hogy ez így nem lehet. Tehát, hogyha itt van ez a Samu félmillió éve, csak itt jók az életfeltételek, ez előrefutást mutat, akkor miért ő halt volna ki? Miért nem azok, akik a rosszabb életkörülmények között vannak? És próbáltam így összeszedni a leleteket. Az első ilyen döbbenetes volt, nem tudom, hallottak-e Lóra, a Miskolc környéken az Avasnál erőkerül. Lelet 100 000 éves, hátborzongató. 100 000 évvel ezelőtt olyan hőkezelési technológiát alkalmaztak, amit sehol a világon. Tehát valahogy forralták a vizet, szerszámok előkerültek, stb. Azt mondják a régészek, hogy gyakorlatilag egy ipari központ működött. Nem is tudják, hogy bizonyos esetekben, hogy használták, vagy hogy sikerült ezt a technológiát kitalálni, alkalmazni. Rengeteg szerszámot találtak, olyan szerszámokat is találtak, ami 30-40 ezer évvel később ismert csak Európának a másik részén. Akkor megint azt mondtam, hogy bocsánat, erről azért tudnom kéne, nem? Tovább menve, ilyen érdekesek bukkantak elő, mint például Kárpát-medencében található apró nyílhegyek, ezek csontból készült nyílhegyek. A nyílhegy az azért borzasztóan fontos, mert a gyűjtögetésről a vadászatra való áttérés az ugye egy hatalmas lépés az emberiségnek az életébe. Most egyszer hihetetlen, a Kárpát-medencében talált nyílhegyek, az 25 000 évvel előzik meg az Európa más részén találtakat. Említettem a Dárdahegyeket, ami 8000 évvel korábban vannak a Kárpát-medencében, mint például Franciaországban. Na most a nyílhegyet Gravettinak nevezi a régészet, és ezt a népet, aki ezt a nyílhegyet használta, ezt a Gravetti népnek nevezi. Én itt megint így megrémültem, hogy akkor mi van? Tehát egy eszközről van elnevezve egy etnikum, igaz? Az a nép, tehát megint nem derül ki, hogy kik ezek. Sőt, én itt aztán megértem, mert csak nevettem kinomba. Miután a Kárpát-medencében 1000 évekkel korábban bukkan elő a nyílhegy, a régészet azt mondja, hogy az a nép, aki ezeket a nyílhegyeket feltalálta, az kívülről jött be a Kárpát-medencébe. Tehát ez az egész apróság, hogy minden lelet arra utal, hogy itt van előbb, és kívül van később, senkit nem zavar. A Gravetti népesség úgy jött kívülről. Na és akkor szépen mentem tovább, és mindig az derült ki, hogy itt, hát itt bizony Európa többi részéhez képest az őskorban nagyon komoly előrelépés van. Eljutottam az 50 000 évig, ott például nem tudom, tudják-e, hogy Érd határába olyan hústároló veremre bukkantak, ami 7000-7500 kg hústárolására volt alkalmas. Amiben az a félelmetes, hogy a csontjeletekből látni, hogy szabályos beszállítás folyt. Tehát például több láb van, mint a fejekből következne, tehát nem véletlenül beleestek az állatok. Tehát azt jelenti, hogy 50 000 évvel ezelőtt Érd környékén annyi ember lakott már együtt, amelyik ezt a 7000 kg húst megette. Tehát azért ez úgy nem semmi 50 évvel ezelőtt. Mentünk tovább. Elérkezünk mondjuk a jégkorszak végére, ugye Krisztus előtt 10 000-be kezd olvadni a jég, felmelegedni. Erre még szükségünk lesz, csak azért mondom el. Húzódik a jégtakaró ugye éjszakra, hogy beindul az olvadás, nyilván a rénszarvasok mennek utána, és a rénszarvas vadászok, akik a rénszarvasból élnek, azok
követik a rénszarvasnak az útját. Tehát a Kárpát-medencéből egy északra történő népességkibocsátás történik. És a kérdés az az, hogy teljesen kiürült a Kárpát-medence, vagy nem ürült ki. Azért borzasztó nagy a tét. Nagyon sokáig nem értettem, hogy miért állítják, annyira határozottan azt állítja a régészet, hogy teljesen. Itt aztán minden üres, mindenki elment üres a Kárpát-medence. Óriási nagy a tét. Európában a földművelés a Kárpát-medencéből indul ki. Ez tény, ezzel nincs mit csinálni, a Times régészeti atlasza is ezt írja. Ők ugyan délkeletről jövő hatásnak tartják. Ezen is elcsodálkoztam, hogy miért van ez ilyen betegesen erőltet, vagy ez délkeletről jövő hatás. Hát föld van, víz van, Kárpát-medence, minden van. Miért előrefutást mutatnak? Mi ez a... Na most aztán kiderült, hogy miért próbálják mindannyian erőltetni azt, hogy a Kárpát-medence kiürült, és a földművelés délkeletről jövő hatásnak tudható be. Egyszerűen azért, mert a földműveléssel kezdődik gyakorlatilag az európai műveltség vagy kultúra, ugye? Tehát akkor már helyben maradnak, az élelmet tárolni kell, edények kellenek hozzá, földművelés, ez ekekkel, kézművességgel, házakat kell építeni, stb. Tehát ahol ez legelőször van, az ott van. Na most az teljesen egyértelmű, hogy a földművelés az Európában a Kárpát-medencéből indul ki. De ezt elismerni, hogy a Európa kultúrájára, tehát a földművelés a Kárpát-medencéből jön, és az a nép, hez köthető, aki már évezredek óta itt él, ettől irtoznak. Tehát ezt nem lehet kimondani. Ez egy tabu téma, a Kárpát-medencei folytonosság kérdése, és ez azért is iralmas, mert a legújabbkori molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatok teljesen egyértelműen és határozottan bizonyítják, hogy a Kárpát-medence római időkig vezették vissza, tehát még az időszámításkor élt lakossága, azok az őskőkori, illetve újkőkorinak a leszármazottjai. De ez teljesen érthető is, hogyha földművelés van, akkor nem nyüzsögnek össze-vissza, akkor generációra generáció ott vannak. Tehát annak ellenére, hogy mondom, hogy a 20. századi természettudományos vizsgálatok is azt igazolják, hogy ezek folyamatosan helyben maradtak, egyszerűen irtózik ettől a régészet. Márpedig, akárhogy is nézzük, Európának a legkorábbi, már fejlett műveltsége, ez a körös kultúra, kész, nincs bele mit tenni. Ez Krisztus előtt 6-7 ezer körül van. Krisztus előtt 6-7 ezer körül egyetlen egy műveltség se ismert Európában, csak a Kárpát-medencei. A jellemző rájuk a vonaldíszes kerámia, aminek a nyomai a Párizsi medencétől Belgiumig és fönn a Balti-tengerig kinyomathatók. Ezt pont Attila talált, összem a hivatkozást, és ezt a legújabb stroncoizotópos vizsgálatok is igazolták, hogy valóban a Kárpát-medencéből terjedt el ez a műveltség. És akkor megint azt mondtam, hogy bocsánat, tehát itt van a európai kultúrának a bölcsője a Kárpát-medencéből, és erről miért nem tudunk. De hogyha tovább megyünk, a továbbiakból se tudunk. Európa részkora a erdélyi részbányákból indul. A híres várnai aranykincsek, azt lehetett bizonyítani, hogy erdélyi aranybányáiból való. És bármilyen irányba elmozdulunk, mindig azt látjuk, hogy innét indul el. Hát innét indul a földvárak építésének a szokása, ami már nagyon, nagyon komoly. Én meglepődtem, amikor olvastam, hogy Krisztus előtt 8000-ben miket tudtak, hogy a faszeneti teljesen elüvegesítették a földvárat. Tehát így gyakorlatilag, mint hogyha üvegfala lett volna, tehát egy nagyon komoly technológiának a birtokában voltak. Egy Gimbutász nevezető lett vagy Litván, Attila? Azt hiszem, Litván régésznőnek kellett kimondani, hogy igenis át kell érni Közép-Európának a történelmét, mert Krisztus előtt 5-6 ezer körül borzasztó fejlett műveltség létezett a Kárpát-medencébe, házakkal, városokkal, ez erdély erősdön például már kőházak álltak, és hát ne feledkezzünk meg az emberiség egyik legfontosabb leletéről, a Krisztus előtt 5000-ből származó erdélyből a tatárlakai korong
Tehát Krisztus előtt 5000-ből az emberiség egyik legkorábbi írásos emléke, az a Kárpát-medencéből került elő, és a rajta lévő írás jelek, ezt önök nyilván tudják, gyakorlatilag egy az egybe azok, mint 1000 évvel később Mezopotámiába. Hoppá! Kikírtak Sumiról a Kárpát-medencébe akkor, amikor még Sumirok nem léteztek. Tehát ez egy nagyon hátborzongtató kérdés. Na tehát, ahogy így végigmentem ezeken a leleteken, ez teljesen egyértelmű volt, hogy a... Tessék, jönnek majd a részolvasok, nem véletlenül mondtam, kicsit később. Tehát kiderült az, hogy itt folyamatosan magas kultúrák vannak, gyakorlatilag bizonyított, hogy tehát a generációról generációra egymás leszármazottai, és egy Kárpát-medencei műveltséggel kell számolnunk, ami valami ok, nem valami, tudjuk is milyen oknál fogva, nem tetszik a hivatalos történelemtudománynak. Pár éve röppent fel a hír, hogy Nyugat-Ausztria, Csehország környékén ilyen 5-6 ezer éves fejlett műveltségekre bukkantak. És mondom, milyen érdekes, és akkor megállt a Kárpát-medence szélén, nem? Ausztriában ott még a hegyeknél van érdekes módon, nem a síkvidékeken. Szóval nem, egyszerűen ezt nem szeretik hangoztatni, pedig ott vannak feketén-fehéren a leletek. Na most akkor a következő kérdésem az volt, hogy ez a műveltség, ami egyszerűen bizonyíthatóan ott van, és fejlettebb Európa többi részénél, ez egyedül csak a Kárpát-medencére jellemző, vagy ez egy európai, vagy mikor mit tudtak még az emberek, vagy pedig ez egy valami nagyobb kiterjedésű. Na most, hogyha ezeket az évezredeket megbolygatjuk, tehát mondjuk az utolsó jégkorszak Krisztus előtt 10 000, és a kb. 4000 után virágzó sumír kultúra között elternek, tehát mit tudom én, ez egy 6-7000 év. Ha ezeket ebből a korból származó leleteket megvizsgáljuk, akkor megint egy hihetetlen kép bontakozik ki előttünk. Úgy tűnik, hogy ezekben az évezredekben az emberiség majd mindent tudott. Az anatóliai Göbekli Tepében van a világ első kőtemploma Krisztus előtt 9000-ből. Hihetetlen. Mezopotámiában, Csogalmamiban, Krisztus előtt 8000-ben öntözőrendszerek voltak. Mai Pakisztán területén került elő egy olyan koponya, aminek a fogán ilyen szabályos furat nyomok voltak, mint hogyha fogászati eljárásnak vetették volna alá. De ezt nem ilyen dörmögödömötör vagy fürgőjak könyve írta meg, hanem a neves science, tehát mondjuk az, hogy ez hiteles. Ha nézzük a megalitokat Mezopotámiában, Krisztus előtt 4-5000-re teszik az egyik legkorábbi megalitikus kőemlékeket. Ugyanebből a korból Egyiptomba is előbukkantak. És akkor még ne beszéljünk a piramisokról, mert ez egy külön téma. Tehát vannak ezek az évezredek, amikor az emberiség nagyon sokat tud. Hát a megalitok azok ugye mind csillagászatilag tájoltak, tehát ez azt jelenti, hogy a csillagászathoz érteniük kell, matematikához, stb. Na most, hogyha ezeknek a leleteknek a elterjedését nézzük, akkor egy hatalmas kultúrkör bontakozik ki. Ez körülbelül a Kárpát-medence, Szudéta-vidék Kárpát-medence, megyünk délkeletre, Anatólia, Levante, ugye ez a földközi tengernek a keleti partvidéke, Mezopotámia, Kaszpi-Arab térség és Belső Ázsia. Ezt kivételesen, nagyon szerényen a tankönyvek is hozzák, és csak annyit mondanak róla, hogy újkőkori kultúrkör, és ez az egész le van rendezve. Itt megint egy nagy lelkiválságba kerültem, hogy hát azért már álljunk meg, tehát itt ilyen hatalmas tudással van dolgunk, tehát ilyen 1000 tonnás. A Baalbek templomnál ugye a délkőve az 1000 tonna. Abból építkeztek, tehát 1000 tonnákat emeltek 1000 évekkel ezelőtt. Matematikusok voltak, csillagászok voltak, hajóztak, építettek, öntöztek, szőttek, kézműves iparuk volt, bármit mondhatunk. Nagyon sok 1000 évvel ezelőtt, és még nagyon fontos, ezek a népek, akik ezt mindezt létrehozták, mert akkor léteztek, mielőtt az indoeurópai vagy a sémi népekről tudna a történetírás. Tehát a sémi népek legkorábban Krisztus előtt 3000-3200 előtt nem lehet bizonyítani a jelenlétüket, hát indoeurópait meg ugye
pláne nem. Tehát mondjuk, de maradjunk ennél a 3000-nél. Tehát itt van egy hatalmas kultúrkör, írnak, olvasnak, építenek, mindent tudnak, és akkor ezek az évezredek úgy méresnek ki a történelmi könyvekből. Tehát kik ezek a népek, és hogy lehetne őket nevezni? Hát itt merült fel az a kérdés, hogy ezen a hatalmas kultúrkörben, amit gyakorlatilag a Kárpát-medencétől a majdnem úgy belső Ázsiáig terjed, milyen nyelven beszéltek az emberek. Ehhez, hogy milyen nyelven beszéltek, muszáj egy kicsit a nyelvészetbe belemenni, de próbálom a legegyszerűbben, meg a leggyorsabban. A nyelveknek az osztályozása az korán sem egységes, és rendkívül bonyolult. Vitatkoznak minden a nagy nyelvészek. Abban mindenki egyetért, hogy alapvetően három csoportba hozhatók. Az első a ragozó, mind a magyar nyelv, ugye, hogy a szó végéhez illesztjük a ragot. Mondok egy példát, hogy látlak, ez egy szóval minden benne van, hogy én téged és minden. Ez az angol, ezt négy szóval mondja el, hogy I can see you. Ugyanúgy például asztalon, hát így el lehetne vele játszani. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy, ennek a kialakulásához sokkal több idő kell ez. És zárt egységben sokáig együtt kell élni. Na most ilyen ragozó nyelv a magyar, ilyen a sumír, ilyenek a finnugor nyelvek, ilyen a baszk például. A második csoportba tartoznak az úgynevezett hajlítók, a rag nem olvad össze a szóval. Ezek ilyen az összes indoeurópai nyelv, tehát a ma Nyugat-Európában beszélt nyelveknek a többsége. Ilyenek a szláv nyelvek, és ilyenek a sémi nyelvek. A harmadik csoportba sorolják az úgynevezett izoláló nyelveket, ilyen például a kínai. Na most a sémi és indoeurópai nyelveknek nincs nyoma Krisztus előtt, 3000 előtt. Tehát ebben az újkőkori korban már dadogok, bocsánat, nagy valószínűséggel nem beszélhettek hajlító nyelvet, igaz? Mert semmi nyoma nincs még. Na most, ha ránézünk a mai Európának a nyelvi térképére, akkor egy egész döbbenetes dolgot látunk. Egész Nyugat-Európa, ugye indoeurópai nyelvek hajlító nyelven beszél, a szláv nyelvek is hajlító nyelv csoportba tartanak, és középen egy szigetként emelkedik ki a Kárpát-medence, ahol ragozó nyelven beszélnek. Hát és ez egy nagyon izgalmas kérdés, és fel kell tennünk a kérdést, hogy amikor jöttek a népvándorlások, tehát az indoeurópai hordák jöttek Európába, egész Európát elfoglalták, és mindenhol meghonosodott a valamelyik hajlító nyelvet, aztán később ugye nyilván alakultak, de egész Európa hajlító nyelven beszél. Szigetként a Kárpát-medence miért maradt ki ebből a vándorlásból? Ugye nagyon izgalmas kérdés, hogy ez miért? Hát fel kell tennünk a kérdést, hogy talán nem azért-e, mert itt már régóta esetleg egy folyamatosan ott laktak, mind ahogy ott laktak, ezt bebizonyítottuk, akkor viszont ezek ragozó nyelven kellett, hogy beszélj. Tehát egy olyan erős ragozó nyelven élő közösség élhetett itt már évezredek óta, annyira meggyökeresedve, hogy nem számítottak, hogy jönnek ezek a frissen jött kis és hajlítók. Hogy mondom, ez nagyon izgalmas, ezen nagyon megijedtem ettől, és ekkor bukkantam rá egy Grover Klantz nevezetű amerikai nyelvészre, és ez nagyon jó, hogy amerikai, mert nem lehet a magyarok iránti elfogultsággal vádolni őt. Klantz nem többet és nem kevesebbet mond, mint azt, hogy Európa, Kárpát-medencének az az őskori nyelve, amit ma magyarnak nevezünk. Ez egészen hátborzongtató. Nyilván, tehát itt megint az elnevezésekkel van ugye a baj, mert a Kárpát-medence őskori nyelvére nem mondhatjuk azt, hogy magyar, hisz Attila más véleményen van, de mert hogy elvileg a magyar népnév a Árpádi bejövetellel lett általánosan ismert Európába, de most ne a neveken variáljunk. Tehát Klantz azt mondja, hogy Európának a legrégebben helyben maradott nyelve az, amit ma magyarnak nevezünk. Könyvének egy más részében részletesen elemzés, ez logikailag nem nagyon nehéz lenne megcáfolni, ő azt mondja,
hogy az a ma magyarnak nevezett nyelv az nem jöhetett Árpádékkal a Kárpát-medencébe, mert a tapasztalat az azt mutatja, hogy nyilvánvalóan a kisebbség veszi át a többségnek a nyelvét. Na most, amikor jöttek Árpádék, 9. században 200 ezerre becsülik körülbelül a létszámukat, de akkor a Kárpát-medence egy nagyon jól benépesült mezőgazdasági vidék volt, azt mondják, hogy 1-2 milliónak kellett lenni. Na most, ha itt már élnek évezredek óta a Kárpát-medencébe, és ezt bizonyítva láthatjuk, hogy évezredek óta folyamatosan itt élnek, beszélnek valamilyen nyelvet, akkor nem az itt élő évezredek óta meggyökeresedett nyelv fogja átvenni a frissen jövő 1-200 ezer embernek a nyelvét. Logikailag ezt így nem lehetett megcáfolni. Azt mondtam, hogy ez így jó, nekem ez így nagyon tetszik, de azért ez még mindig kevés. És egy picit még maradjunk a nyelvnél, mert ez a továbbiak miatt fontos lesz. Nagyon sok nyelvész van azon a véleményen, hogy az emberiségnek kezdetben lehetett egy ős nyelve, ami az évezredek folyamán elágazott, így a családfákhoz hasonlóan. És ők azt mondják, hogy ha ennek az ősnyelvnek a létét, ez kb. Olyan 40-50 ezer, 30-40-50 ezer évesre teszik. Na most, bocsánat, hogy érthetőbb legyen. Igen, tehát azt mondják, hogy létezhetett egykor egy ősnyelv, ez 30-40-50 ezer évesre teszik ennek a kialakulását. Na most akkor azt mondtam, hogy akkor tegyük fel a kérdést, hogyha ez igaz. Volt egy ősnyelv, kb. 50 ezer éves, akkor nézzük meg, hogy 50 ezer évvel ezelőtt a világnak melyik része volt alkalmas arra, hogy kialakulhatott ez az ősnyelv. 50 ezer évvel ezelőtt jégkorszak volt. Tehát a jégkorszak alatt erről a mediterrán vidékek jöhetnek csak szóba. Igen ám, de akkor még gyűjtögetésből éltek az emberek, és a szakembereknek egybehangzó véleménye az, hogy gyűjtögetésből nem lehet annyi táplálékot összeszedni, ami egy viszonylag nagy számú népesség ellátásához szükséges, márpedig ahhoz nem kell nyelvésznek lenni, tehát az elég nyilvánvaló, hogy a nyelv kialakulásához az kell, viszonylag nagy számú ember viszonylag szűk helyen együtt éljen, igaz? Mert ha össze-vissza elkoborgunk, az nem kedves a nyelv kialakulásnak. Tehát viszonylag nagy számú népesség és egy helyen, tehát zárt közösségben. A mediterrán vidékek, tehát egyrészt a gyűjtögetésből ugye nem lehetett, a másik pedig az, hogy ha volt hús is, hús nem lehet tárolni, tehát élelmiszer tárolására a mediterrán vidékek nyilvánvalóan alkalmatlanok voltak, mert hogy a melegben megromlik a hús, tehát nem tudnak élelmiszer tárolni. Na akkor hol van? Hát fájó szívvel be kell ismerni, hogy a Kárpát-medencén kívül nem tudom per pillanat olyan helyet mondani a Földön, ahol bizonyítottan nagy számú népesség egy helyben élt, és nem véletlenül mondtam el az érdi leletet, ahol 50 ezer évvel ezelőtt 7000 kg húst tudtak tárolni. Tehát ezek letagadhatatlan leletek. Nem mondom, és senki sem mondja, hogy a Kárpát-medencében alakult ki az ősnyelv, hanem inkább megfordítanám. Nem tudjuk, tehát nem tudunk a Kárpát-medencén kívül per pillanat mást felmutatni, amikor is a jégkorszak alatt olyan vidéket, ami a jégkorszak alatt alkalmas volt arra, hogy nagyszámú népesség egy helyben érhetett volna. Na most, hogyha ebből az is következik természetesen, hogy akkor ezek szerint ennek az ősnyelvnek ragozónak kellett lenni. Na most, ahogy a nyelvészek mondják, ez az ősnyelv elágazott az évezredek folyamán. Ebből az is következik, hogyha megvizsgáljuk azokat a nyelveket, ami ősi nyelvek voltak, de ma még ismerjük őket, Sumér, Egyiptom és a többi. Ha valóban létezett egy ősnyelv, ahogy azok elágaztak, és hogyha az elágazás után összehasonlítjuk őket, akkor az alaptulajdonságokban egyezni kell, igaz? Tehát, hogyha volt egyszer valamikor nagyon régen egy ragozó ősnyelv, teltek az évezredek ezen a viszonylag nagy területen, ugye ez elterjedt, hát változott ezen a hatalmas vidéken, de az alapvető tulajdonságában, hogy ragozó
vagy hajlító, vagy valami, ezt az alaptulajdonságet, ezt nem veszíti el a nyelv. Úgyhogy ilyen szempontból vizsgáljuk meg az újkőkori kultúrkör területén élő népek által beszélt és ma is ismert nyelveket, hát akkor sajnos igazolva kell, hogy lássuk az elméletünket. Magyar hasonlít a sumérra. A legelső kutatók a 19. században Lenormand, Szóhoz, Rablizon, stb. Szkita nyelvnek nevezték a sumért, amikor az elsőket megtalálták, tehát a ragozó nyelv, félelmetes, tehát a magyar is a sumér. Körösi Csoma Sándor megállapítását, miszerint a magyar és a szanszkrit hasonlít egymáshoz, ez ideig még senki nem cáfolta meg. Találtam egy forrás, miszerint az ősi szanszkrit az ragozó volt. Ez azért nagyon fontos, mert a szanszkritot nagyon szeretik most az indoeurópai közé sorolni, de egy viszonylag komoly könyvben találtam leírva, hogy az ősi szanszkrit ragozó volt. Egészen döbbenetes, és nem tudom megcáfolni Borbola Jánosnak a munkáját, aki egy 4000 éves, tehát Krisztus 5-2000-ből származó egyiptomi papíruszt fejtett meg. Ő azt mondta, hogy a magyar nyelv ismertébe megfejthető ez a papír. Azt mondtam, hogy ez nem lehet, de nem, ez most már nekem is sok. Tehát én azért földönjáró ember vagyok, és nem hiszem el, és nem tudom, hány hét ment rá az életemből, hogy a könyvet próbáltam lépésről lépésre. Tehát nem akartam cáfolni, azt mondtam, hogy ez lehetetlen. Tehát ez, nem, ez biztos, hogy nem így van. És nem tudtam megcáfolni. A könyvbe is így írtam be, mert annyira hihetetlen. Tehát nem, én nem azt írtam le, hogy a ó-egyiptomi nyelv a magyar nyelv ismeretébe megfejtető, hanem azt, hogy Borbola János feltételezését, miszerint az ó-egyiptomi nyelv a magyar ismeretébe megfejtető, nem tudtam megcáfolni, és ennyi bölcsebb. Tehát ez ennyi a korrekt, amit tudok mondani. Borzasztó érdekes a magyar és a baszk rokonsága, különösen a ragozásba, tárgyas, igen, ragozás, stb. A baszk az magát nagyon ősi népnek tartja. Ők azt mondják, hogy 15 000 éve élnek a Pireneusoknál. Ez bizonyítja, hogy például a hó és a föld szavuk az ugyanaz, tehát nyilván a jégkorszak idején ott kellett élniük. És hát ragozó nyelvek a finnugor népek. Tehát ez úgy néz ki, hogy ezen a hatalmas újkori kultúrkörbe nagy valószínűséggel ragozó nyelven beszéltek, ugyanannak az egy nyelvnek a különböző nyelvjárásain, vagy valami hasonlóság volt, mert máskülönben a magyar, sumér, magyar szanszkrit, tehát Kárpát-medence meg India nincs közel azért egymáshoz, ugye? Magyar, baszk, magyar, és majd nagyon fontos lesz, hogy a magyar és a finnugor nyelvek, ez mind ragozó, és hasonlóságot mutatnak egymáshoz. Na most ezt nyelvészeten kívül is többen jutottak arra a véleményre, hogy az újkőkor az egy nyelvű volt, és ez az egy nyelv, ennek ez a ragozó volt. Két írásos emlék ismert, mert ugye azért ebből a korban nincsenek írásos emlékek. A legkorábbi az említett tatárlakai korunk, ahol a szabír népnév ugyanolyan jellel szerepel, és ugyanazt jelenti, mint a szabír ugye később. És nagyon érdekes egy úgynevezett isztambuli tábla nevezetű lelet, ez Krisztus előtt 3000-ből van, ezt is egy angol fejtette meg, tehát nem érhet a vád minket. Ami azt mondja, hogy a sumér Uruk városnak a királya, és a Kaspi-tenger környékén élő Aratta városnak az uralkodója egy nyelven levelezett egymással. Tehát Krisztus előtt 3000-ből van egy írásos lelet, hogy Mezopotámia meg Kaspi-tenger környéken uralkodó két király egy nyelven levelezett egymással. Na most akkor találtunk egy hatalmas kultúrkört, ami nagy valószínűséggel egy nyelvű volt, és nagy valószínűséggel ez a nyelv, ez ragozó volt. Még két nagyon fontos dolog jellemző. Erre az újkori ragozó nyelven beszélő, és hát nagy műveltségű és kultúralkotó népre, mert más kultúrákat nem ismerünk ugye ebből az időszakból, és az a magyarság szempontjából nagyon fontos. Egyik legfontosabb az, hogy Isten anya hit van ezekben az évezetekben. Nincs még férfi Isten,
A férfi isten csak a sémi törzsek meg az indoeuropai hordákkal jelenik meg. Nincs férfi isten, nincs fegyver, az istennő kultusz van, ami maga után van, nagyon minden szép és jó. Tehát az Isten anya maga az univerzum, a születés, a termékenység. Nagyon sokan a grál legendákat erre az aranykorra vezetik vissza, tehát ez az emberiségnek az aranykora, amikor még nincs harcháború, csak agya van és termelés és alkotás van. És a másik nagyon fontos, hogy ezeknek a népeknek úgy tűnik, hogy a zenéje pentatoné, Szabolcsi Bence csodálatosan kifejtette, hogy a magas kultúrájú népeknek mindig pentaton zenéje van. Tehát akik innét indultak, és a pentaton mindig ősi magas kultúrához köthető. Na most akkor ilyen szempontból nézzük meg a magyarokat. Ragozó nyelven beszélünk. A boldog asszony anyánk az teljesen egyértelműen az ősi istenanya kultuszra vezethető vissza, és a zenék pedig pentaton. Én nem is hiszem, hogy ennél több bizonyíték kellene ezzel kapcsolatban. Na tehát, itt van a újkököri kultúrkor, ragozó nyelven beszélnek, és mindent tudnak. És hogy visszatérjünk egy kicsit a tudományra, vagy a tudósokra, hát az volt a bajom, hogy gyakorlatilag az emberiség történetéből ezek az évezredek vannak elhallgatva. Tehát ezekről az évezredeket úgy 10.000-től 4.000-ig úgy alig tanítják, ugye? Tehát így megemlítik, hogy van. És akkor azt néztem, hogy de hát miért? Tehát ekkor már mindent tudott az emberiség. Tehát ennél többet gyakorlatilag nem tudott a később évezredekben. Hova tűntek a ragozó nyelvű népek, a magyar történet, nem csak a magyar, hanem a világ történet könyveiből is. Muszáj használnom a ragozó nyelvű népek kifejezést, itt egy pillanatra még álljunk meg, mert ebben az újkőkörben élő népeknek a elnevezése, ez szinte lehetetlen, ugye, mert nem mondhatjuk azt, hogy most hogy nevezzük az őskőkorban az Araltó környékén élő népeket? Tehát a népek magukat nevezték valahogy, más népek adtak nekik neveket, minden nép más nevet adott nekik, mai tudósok is adnak nekik nevet. Lehetetlen elnevezni, a sumír példát szoktam mondani, a sumír elnevezés az 19. századi ma adták neki a kutatók, ők nem így hívták magukat. Nagy valószínűséggel Kienginek hívták. Ahol az elődjeiket megtalálták, az egy alubaid nevezetű domb, és alubaidi népességnek nevezik őket. De vannak, akik a szabirokkal azonosítják őket, akik valakik szerint viszont a húrik vagy a húriták. Őket viszont a Biblia jebuzitákként említi. Tehát kész, tehát nem lehet milyen neveket mondani, és ezért egyre inkább terjed a szakirodalomba, hogy ragozó nyelvű népeknek nevezik őket, akik tehát már mindent tudtak ezekbe az évezredekbe. Most egyel tovább kell lépnünk. A több kutató szerint, tehát ezt a régészet is ezt mondja, az emberiségnek ez a boldog aranykora, amikor tehát istennő kultusz van, nagy műveltségűek, írnak, olvasnak, teremtenek, alkotnak, tudósaik vannak, az majd egy külön dolog, a mágusaik, akik matematikusok, csillagászok, mindent tudnak. Hova tűnik ez a magas kultúra? Mi történik? Ezek a civilizációs űrmányok, amik már léteznek évezredekkel ezelőtt, ezeknek mi lesz a sorsa? Több kutató szerint, és nagyon fontos, hogy nem magyar kutatók szerint, és nem szerintem, két pontom. Mezopotámiába érkeznek az első sémi törzsek, kb. Krisztus 3200-3000 körül, akik bizonyíthatóan alacsonyabb kulturális fokon állnak, mint a már a sumír kultúrát létrehozó nép. Nomádok nem írnak, nem csillagászok, nem matematikusok. A nomádok ebből következik az, hogy nem építkeznek, stb. Ők úgy 3000-től folyamatosan átveszik a sumír vívmányokat, és kb. 2600-700 körül Szargon az első sémi király, aki a hatalmat is átveszi. Átveszik a teljes írásrendszert is, és gyakorlatilag onnét ugye, és ezt egy Kramer nevezető amerikai kutató mondja, hogy ettől a perctől kezdve Mezopotámiának a története két nép élet-halál harca, tehát az őslakos, kultúralkotó, nagyműveltségű, ragozó nyelvű népeké, és most mindegy, hogy sumért mondok, vagy alubaidit, vagy mit mondok, tehát az őslakos ragozó nyelvű,
és a később érkező sémi népeké. Gyakorlatilag hasonló zajlik le Európában, oda pedig, és ezt is Gimputászt mondja, és nem magyar mondja, jönnek az indoeurópaiak, szintén az indoeurópai népek, akik egyébként szerintem nem léteznek, tehát ez egy nagyon úgy tűnik, hogy egy mesterségesen kitalált kategória az, hogy indoeurópai népek, mert se az eredetüket, senki semmit nem tud róluk mondani, de használjuk mi is az indoeurópai kifejezést, jönnek az indoeurópai népek, velük megjelenik a fegyver, a harcos férfi isten, egyetlen egy rendszert se fedeztek föl. A földművelést Krisztus előtt 1000-ben még nem ismerték, tehát amikor már 7000-ben, ugye Krisztus előtt 7000-ben földművelés van a Kárpát-medencében, és gyakorlatilag itt Közép-Európában hát lerombolják mindazokat a vívmányokat, amit a ragozó nyelvű őslakosok hoztak létre. Fel kellett tenni a kérdést, és nagyon sokat vívottam ezen, hogy miért hiányoznak, tehát a történetírásunkból ezek az évezredek, a legfontosabbak gyakorlatilag az emberi tudás vagy a civilizáció szempontjából, mert mire jönnek a sém és indoeurópaiak, nem tesznek hozzá olyat, tehát nem tudom mondani, hogy mi az, amit ők ehhez hozzátettek. Hát két ponton, illetve később három ponton láttam ezt, hogy miért nem ismerjük a ragozó nyelvű népeknek a történetét. Tehát a legfontosabb az, hogy nincs írott forrás. Ugye egyetlen egy írott forrás van, ami nem maradt fenn. Egyetlen egy, amiből ma a világ a ragozó nyelvű népekről tájékozódik, ez az Ószövetség. De az Ószövetséget a zsidók a Krisztus 6. században írták a babiloni fogságba, de az már bizonyított, hogy ők átvették gyakorlatilag az összes mitoszt, a vízöző mitosztól kezdve, az őslakos, kultúralkotó, ragozó nyelvű népektől. De a bejövő sémi törzsek az ott élő ragozó nyelvű népeket ősellenségüknek tekintették. Tehát a sémi népek által írtakból megismerni a ragozó nyelvű népeknek a történelmét, az ugyanaz, mint hogyha 16. századi magyar történelmet, vagy a Mohácsi vészt a török krónikákból akarnánk megismerni. Tehát évezredekkel később, és egy ellenség által írt. Tehát nem fogja az ellenség az ő ellenfelének a dicsőségét zengeni. Ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nem volt érdekük. Változhatott volna a helyzet a 19. században, amikor az első ékírásos agyagtáblák előkerültek a iraki mezopotámiai sivatagból. És de egy nagyon furcsa dolog történt. A világ tudósai oda zöllöttek, és elkezdték őket megfejteni. És először azt hitték, hogy ezek a táblák a sémi népeknek a dicsőségét fogják zengeni. Ezt könnyen hihették, mert először képírás volt, stb. Ékírás bonyolult. Lényeg az, hogy ugyanazt az írást lehetett sémi nyelven is, meg a ragozó nyelvű népeknek a nyelvén is olvasni. Tehát ez olyan, hogy mondjuk én lerajzolok egy asztalt, én azt mondom, hogy asztal, a német azt mondja ugyanarra, hogy der, tis, vagy tébol, stb. Tehát elkezdték megfejteni, és azt hitték, hogy sémi. Szóval hamar kiderült, hogy nem, tehát nem egy hajlító nyelv, hanem ragozó nyelv, és a sémi népek előtt ott élő ragozó nyelvű népeknek a dicsőségét zengeni. És teljesen különös dolog történt, a világon szinte mindenhol bezárták a sumerológiai tanszékeket. Érdemes megnézni a Magyar Tudományos Akadémiát. Nincsen, tehát sumirral nem foglalkoznak, hanem a évszázadokkal későbbi sumirokat leigázó asszírokkal például. Asszírológiai tanszék mindenhol van. Érdemes megvenni, de még az ilyen, vagy nem kell megvenni, megnézni az ilyen neves és szép kiállítású könyvet, mint a mezopotámiai világnak az atlasza, aminek a könyvnek az elején egyhatod részébe foglalkozik a kultúralkotó, nagyművetségű sumirokkal, akik mindent tudtak, mindent ők fedeztek föl. Írás, olvasás, építészet, matematika, csillagászat, hajózás, orvostudomány, mindent. Ez a könyvnek az első egyhatod része, és az öthatod része pedig az asszírokról szól, akik gyakorlatilag nem csináltak semmit, hanem átvették a sumíroknak a vívmányát.
Érdekes módon, amikor előkerültek ezek az égkirályos agyaktáblák, minden ország oda küldte a sivatagba a kutatóit. Franciák, angolok állapították meg, hogy ez a nyelv sumír, ez a sumír az magyarra rokon, és szkit a nyelv. Mindenki ott volt, de ez már a Trefort-Ágoston időszak volt, csak magyar tudósok nem mentek Mezopotámiába, az égkirályos táblákhoz. A világmúzeumai tele vannak, British Múzeumtól kezdve rúg minden égkirályos táblákon, millió számra vannak, kivétel a magyar tudósok és a magyar múzeumokban nincsenek teljesen döbbenetes helyzet. A másik, ami miatt nem tudunk pont, hogy a kultúralkotó népekről, az pedig a következő, hogy a indoeurópai népek, akiket ugye némely elmélet Iránhoz köti, Irán az Turánnak ős ellensége volt az ókorban. Tehát Irán és a turáni ellentétről millió, tehát magyarul a ragozó nyelvű és az indoeurópai, hogy leegyszerűsítsem, tehát ezek az ókorban ős ellenfelek, számtalan mitosz szól Irán és Turán harcáról, de a ma a világon az indoeurópai nyelveket elsősorban angol nyelven folyik ugye a történetírás. Na most a indoeurópai népek nem fogják a turáni népeknek a dicsőséget zengeni. Hát nem zengik, abszolút nem zengik. És a magyarság szempontjából pedig egy nagyon nagy baj és az egyedi baj, hogy a középkori krónikáink, amik még ugye valamennyire megvannak, ezek viszont már Róma, hát pontosabban a német papoknak a cenzúrája alatt írottak. És így kialakult egy olyan teljesen lehetetlen állapot, hogy itt vannak ezek az évezredek, ugye 10.000-től 4.000-ig gyakorlatilag, nagy műveltségű emberek, tudósok, kultúralkotók, és pontosan a sémi és indoeurópai népeknek a rovására, pontosan ezeknek a népeknek a dicső története van elfeledve, de itt vagyunk mi, akik tovább bolygatjuk. Így első körben ennyit gondoltam, ha nem volt nagyon unalmas, hogy mit csináljunk. Tovább, vagy kérdések, vagy... Még szó volt arról, hogy a címben is benne van az első tudósokról, mert te is említettem. Igen. Tehát az első tudósok... igen, tehát hogyha ilyen ősi bölcseletről van szó, próbáltam megtudni, hogy kik lehettek, hogy hol találkozunk a világnak a legelső tudósaival. Hát hova máshova lehet fordulni, mint a különféle mitoszokhoz és a néphagyományhoz. Abban mindenki megegyezik, hogy a tudás az mindig isteni eredetű, tehát a égiektől származott le valahogyan a földre. Érdekes módon, bármilyen hagyományt nézünk, mindegyik arról szól, hogy az égiek adják a tudást a földieknek, tehát matematika, csillagászat, minden onnét származik. A legelső tudós, amit a apokrif Énok evangéliuma ír, ő azt írja, hogy Énok, aki megkapja a tudást, így kerül az emberiség birtokába, de tudja, hogy közelegni fog a vízözön, tehát Krisztus előtt 4000 körül vagyunk, ezért az emberiségnek az összkincsét két oszlopba vési, és ezeket aztán elrejti, hogyha elmegy az áradat, akkor ez utána az emberiség újra tudja mindent építeni, tehát a vízözön után így került ismét az emberiség birtokába ez az isteni eredetű tudás. Érdekes módon ezt az Énokot nagyon sok szöveg, keresztény és arab szövegek is Hermészszel, pontosabban Hermész Trismegisztosszal azonosítják. Hermészhez is egy hasonló legenda fűződik, az emberiség minden tudása birtokában van, matematika, csillagászat, stb. Tudja, hogy jön a vízözön. Ugyanezt mondja a szabadkönyves hagyomány is, amely a vízözön vezeti vissza az eredetét. És nagyon érdekes módon Gönczi Tamás dolgozta fel a magyar Nimród hagyományt, és ugyanezt találtam nála, hogy Nimród az, aki megkapja az égiektől a tudást, Nimród az, aki ezt ráírja egy kőre, ami mai napig tudásköveként él az emberiségnek a tudatába,
És akkor azt mondtam, hogy hát itt valami nagyon érdekes van, mert különböző források Nimrodot, Énokot és Hermész Trismegistos azonosnak tartják, egy ilyen félisteni rangban lévő valaki. Énok bent van ugye a Bibliában, és ő Ádámnak a hetedik ízigleni leszármazottja, aki az Istennel közvetlen kapcsolatban van. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy ezek az első tudósok, vagy félistenek, vagy tehát folyamatos kapcsolatban vannak a teremtővel, onnét kapják ezt a tudást. És akkor azt mondtam, itt meg kell nézni ezt a dolgot, hogy hogy van ez, hogy Énok, Nimrod, Hermész, tehát ezek az első tudósok. Hát ki ez a Nimrod? És itt megint egy érdekes dolgot találunk, hogy a Biblia szerint a Noénak három fia van. Hám, Jafet, meg Sém. Nem mindig ugyanilyen a sorrend. Hámnak a fia Kús, Kúsnak a fia Nimrod. Tehát Nimrod, aki a magyar néphagyományban és a középkori kronikáink szerint a magyarok ősapja, az Noénak az unokája, dédunokája. Elég döbbenetes. Noé másik fiának a leszármazottja Sém, Sémnek a fia Ábrahám, és innen egy nagyon különös dolgot találunk. Ábrahámot mindenki ismeri, tanítják már általános iskolában mindenki. Tehát Noé egyik fiának a leszármazottja, ez egy valós történelmi személy Ábrahám, nincs vele semmi gond. Noé másik fiának a leszármazottja, Nimrod pedig egy ilyen, tehát nem létező, azt így nem kell komolyan venni. Noé egyik fia élt, a másik nem élt. Hát. Ilyen egyszerű helyzet. Na most, de akkor kiderült, hogy Noé, vagy hát Noéért nyilvánvalóan Nimrod is élt, és Nimrodot tartja a Biblia a föld első uralkodójának, az első tudósának, aki az első birodalmat építette, és hogy egy pillanatra visszakanyarodjunk a nyelvhez, azt mondja a Biblia, hogy egykor Nimrod nyelvén beszélt az egész emberiség, ugye szó szerint ez volt leírva, ami az eddigiek ismeretében áll, és igaz, hiszen egy ragozó nyelven beszéltek Mezopotámiában is azokban az időkben. Most még nagyon fontos van, hogy Nimrodot tartják az egyik legnagyobb, tehát az első tudósnak, aki nagy valószínűséggel Hermészszel, Énokkal, illetve a Tót, egyiptomi Tót Istennel is azonos. Na most, ha megvizsgáljuk a görög hagyományt, a görög hagyományba a világ első tudósait a szkítákhoz kötik. Egy misztikus Hyperboreáról beszélnek, ami a görögöktől ugye északra volt. Ezt nagyon sokan a Altáj-hegység környékére, van akik a Kárpát-medence környékére, tehát mindenhogyan a görögöktől északra. És nagyon úgy néz ki a különböző régészeti leletekből, hogy ebbe az új kőkorba létezett egy úgynevezett, hát mondjuk azt, hogy mágus kaszt tulajdonképpen, akiknek köszönhető volt ez a hatalmas tudás, matematika, csillagászat, megalitok képítése, stb. És ezek a mágusok, ezek hasonló vonásokat mutatnak szerte a világon, tehát ahol csak voltak. Külön falvakba raktak a ruhájuk, csúcsos üvegtől elkezdve, stb. Én próbáltam a mágus szónak a nyomába eredni. Különböző feltételezések vannak, valakik a sumír mag, mach, hágé, aminek a jelentése közel azonos a magyar maggal, tehát a kicsi, amiben bent van az egész, ugye a magot előtetjük abba, bent van az egész, hogy ebből a szóból eredeztetik, nem teljesen meggyőző egyébként, mert gé nincs a sumírba, tehát csak a mach. Ebből lehetne eredeztetni, de mindenhogyan ezek ennél a mágus kasznál korábbit nem lehet kimutatni, és ezeknek a léte az évezredek folyamán folyamatosan nyomon követhető, és mindenhogyan a ragozó nyelvű népekhez köthető. Később az aratruszai hagyományban és még Jézus idején is gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ezek azok a tudós emberek, akik egy generációról generációra adták át a tudást. Ennyit tudok most hirtelen. Mi legyen? Lehet kérdezni. Igen, ez nagyon jó, köszönöm, és itt jönnek a rénszarvasok. Tehát az a baj, ez a nem baj, tehát az tény, hogy a magyar és a finnugor nyelveknek az alaprétege kétségkívül azonos. Ez annyit jelent, hogy valamikor a ma magyarnak, illetve finnugor népeknek, nevezett népeknek együtt kellett élni.
Na most, amit a nyelvészet mond, hogy ez valahol az Ural környékén lehetett, ezt a régészet egyáltalán nem igazolja. Tehát azon a vidéken, ahol a finnugor nyelvészek feltételezik a finnugor őshazát, nincs nyoma emberi településnek, sőt, nagy orosz-ressége jég alatt volt. Még a feltételezett időpontban, tehát Krisztus előtt 5000 körül. És két dolgot kell elkülönítenünk. Az egyik a finnugor nyelvrokonságnak a ténye. Ugye a finnugor nyelvrokonság elmélete azt mondja ki, hogy egykor létezett egy őshaza, ez körülbelül Krisztus előtt 5000 körül és az Ural környékén, ahol együtt éltek azok a népek, akik később szétvándoroltak, és ma finnugor népenként ismerjük őket. Ez a finnugor nyelvrokonságnak az elmélete, ami most mindegy, ilyen vagy olyan, lényegtelen, ez csak a nyelvrokonság. A fő baj az, hogy erre a nyelvrokonságra ráhoztak egy származás elméletet. Tehát a magyar nemzet tudatába évszázadokon át érte a szkíta származás tudatnak az elmélete. Noha, a finnugor, tehát a nyelveink alaprétege azonos, tehát van finnugor nyelvrokonság, de szó nincs arról, hogy ez származást is jelentene. Tehát ez a kettő lett összemosva. Ugye? Mert a nyelvrokonság még nem jelent származást. Na most, tehát mivel a nyelvi rétegek azonosak, alapréteg azonos, így valamikor tényleg együtt kellett élni. Ott, ahol mondják, az Ural környékén nem lehetett, mert jég volt, kész, nem lehetett ott együtt élni. Ilyenkor én józan paraszti észtel azt mondanám, hogy leülnek a nyelvészek meg a régészek, és akkor elkezdenek beszélgetni, akkor hol éltek együtt. Mert hogy hasonló az alapréteg, tehát valahol együtt kellett élni, ott nem, akkor nézzük meg, hogy hol. Na most ezt nem teszik meg a nyelvészek és a régészek. Van ez a itt valahol így létező elmélet, és ez nem bizonyítja a régészet. De a nyelvi rokonság mégis fennáll. Most egy kicsit meg kell nézni a finnuk, hogy megértsük a következőt, a finnugor nyelveken. Beszélik vagy 28 millióan, és ebből döbbenetes módon 15 millió magyar, és 13 az összeáll ilyen 30-50 ezer mansi osztják, meg mit tudom én kikből. Itt már megint baromi gyanús, hogy már bocsánat, tehát a többség magyar, ugye, és elenyésző a többi együtt, tehát eleve még nincs benne a nyelvcsalád nevébe, ugye, hogy magyar. Ráadásul az a csoport, mert a finnugor nyelveket még négy csoportba osztják, ráadásul az a csoport, amiben mi vagyunk, ott az összes többi a magyaron kívül nem tesz ki 1 milliót. Tehát ez nagyon elgondolkodtató, hogy a fenébe lehet. És tehát ez bozasztóan zavar, tehát mit tudunk? Azt, hogy együtt éltek valamikor az ősiségbe, ugye, mert az alapréteg azonos, ott nem élhettek együtt, ahol mondják, valahol együtt kellett nekik élni. Azt is tudjuk, hogy többnyire tapasztalt azt mutatja, hogy a kisebbség beszél át a többség nyelvét. Tehát, hogyha a magyar van a többségben, és a többi mind kicsi, tehát mondjuk a 15 millió magyar biztos nem a 30 ezer mansitól vette át a nyelvét, ezt is tudjuk, tehát akkor itt valami nem stimmel. És akkor megint ezt a Kranz nevezetű urat kell idéznem, és itt jönnek a rénszarvasok. Ő a következőt mondja, nem az Ural környékén értek együtt, tehát ott nem érhettek együtt, hanem a Kárpát-medencébe. És akkor, amikor vége lett a jégkorszaknak, az előbb említett folyamat, jégtakaró olvad, jég megy éjszakra, rénszarvasok mennek éjszakra, rénszarvas vadászok mennek utána. Tehát a Kárpát-medencéből történik egy népesség kibocsátás éjszakra. És Kranz azt mondja, hogy ezek azok a népek, akiket mi aztán később már finnugor népekként ismerünk. Magyarul valóban a nyelvrokonság megvan, csak a magyar nem az átvevő, hanem az átadó. Tehát logikailag Kranznak ezt az elméletét én nem tudom megcáfolni, én nem azt mondom, hogy ez így volt. Az összes több ilyen nyelvi elmélet mellett szerintem ez logikus. És annyit hozzá kiegészítés a könyvben elhangzik, hogy a mai finnugor, vagy finn népek nyelvének állapota az tükröz
egy évtizedekkel ezelőtti közép-európai munkakori állapot. Így van. Elindult egy eltérő fejlődés, és a magyarban már nincsenek meg azok, amik ott, és ott már vannak új fejlődés. Hát illetve egy csomó olyan dolog van, ami a többi finnugor nyelvben nincs meg, és nekünk megvan. Tehát magyarul mi nem vehettük át olyanoktól, akiknek ez a sajátosság nincs meg. És az a több sajátosság, ami nekünk megvan, és a finnugor nyelveknek nincs meg. Tehát akinek nincs, addig nem lehet átvenni. Tehát ennyi. Talán érdeklődésre számot tartott a főcímet a Grál alapján, hogy az a kulturális forradalom, ami a 12-13. Század a gótika szó félreértelmezésé. Hát az is egy mágus tudás gyakorlatilag. Így van. Igen. Parancsoljon. Hát csak annyit, ahogy nincs indoeurópai nép és indoeurópai nyelv, és finnugor népse, és finnugor népse. Igen, szó szerint, igen. Hát, és ebből ez is következik, így van, igen. Jó, parancsoljon. 30-40 évvel ezelőtt láttam Jánosnak egy kérdésre, köztörténettel kapcsolatban, és ő akkor már említette ezt, hogy lehetséges az, hogy a finnugor ős, vagy a magyarság az nem kelettől jött, hanem az elment fölkeletre, és utána keletre jött vissza. Mert említette egy ilyen dolgot, és azt mondta, hogy valószínűleg elképzelhető az, hogy azért van a finnugor kapcsolat, mert egy bizonyos része meg éjszakra van. Igen. Én úgy fogalmaztam, azt hiszem, talán a könyvben, vagy ezt tűnt úgy logikusnak talán, hogy ennek az említett hatalmas újkőkori kultúrkörnek a keleti felén élők, azok folyamatosan ugye jöttek vissza a Kárpát-medencébe, és ők a Kárpát-medencét valami fajta őshazának tekintették, azt hiszem édesapád is pontosan ezt mondta, mert azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mi az oka annak, hogy a Kárpát-medencébe tartosan csak a szkíták, hunok, avarok és árpádék tudtak megmaradni. Ugye, és mindenki úgy jött, hogy nem véletlenül beesett ide, hanem Árpád is úgy jön, ezt a képes kronika világosan leírja, hogy ősei, tehát ősi jussát, az ősi földjét követeli vissza. És ugyanazokat a helyeket keresi fel, megy a Pirisbe, mint egy ős szkíta központba, újraépíti Attilának a Szikabriánál talán dolgokat, stb. Tehát ők pontosan tudnak, jönnek az őseik nyomán vissza, úgy tűnik. És hát vagy ugyanannak a nyelvnek a különböző nyelve, de értik egymást, és ezt hozzá kell tenni, hogy a magyar nyelv az a többi nyelvvel összehasonlítva feltűnő állandóságot mutat. Marton Veronikának jelent meg ugye a könyv, aki az 1046-ból származó első Andráskori máról bebizonyította, hogy valódi, mert ugye ez is a magyar történetíráshoz tartozik, hogy minden lelet rassz, ami a mi dicsőségünket zengeni, arra azt mondják, hogy hamis. Erre a 1046-os imára is azt mondták, hogy hamis. Marton Veronika bizonyította, hogy valódi, de ebből csak az érdekes, hogy az 1046-ban, tehát hogy 1000 évvel ezelőtt keletkezett szöveget gyakorlatilag értjük. Értjük akkor, amikor a mai nyugat-európai nyelvek nem idősebbek 1000-nél. 1000 éves nyelv, hát az olaszt, az Dantétól lehet gyakorlatilag számítani. Tehát ez is azt jelenti, hogy itt egy helyben sokáig együtt kellett lenni, meg a ragozó nyelvhez, hogy kialakuljon, az azt jelenti, hogy tehát az évezredeken, tehát sokáig tartó és zárt közösségbe kellett együtt élni. Egy ilyen bonyolult ragozó nyelv, és most hagyd ne idézem, mert úgyis ismerik a Broig idézettől elkezdem, tehát mindenki azt mondja, hogy milyen ősi nyelv a magyar. Ez biztos, hogy ez így a sztyeppéken lovagolva, ahogy próbálják állítani, nem alakulhatott ki, tehát itt kellett lenni helybe. Miért gondolja, hogy a nyelv az szép lassan alakult ki, hogy kezdetben nem tudtak beszélni, és akkor... Nem gondolom, én nem is mondtam. Kétféle elmélet van tudomásom szerint, én csak próbálok hivatkozni. Az egyik az, hogy már nagyon régen. Tehát akár évmilliókkal ezelőtt is beszélt az emberiség, ez az egyik elmélet, mindenféle szakkönyvbe. A másik elmélet pedig az, hogy viszonylag új, tehát 50 000, tehát gyakorlatilag a kromanyoni megjelenésével kezdett el beszélni. És azt mondják, hogy az anatómiai az arra utal, tehát az anatómiai jellegzetességek inkább arra utalnak, hogy tehát millió évekkel ezelőtt is már tudtak beszélni, de nem tudom én mire hivatkozva, meg azt mondják, hogy inkább csak 50 000, én nem vagyok illetékes, csak idézni tudom.
Hozom a szemüveget, mert nem hallok a nélkül beszélni. Még azt hadd egészítsek ki a mai előadás, hogy a Kárpát-medencéről és a magyarságról is szól, és hogy a László Gyula neve elhangzott, ő ugye az avar és a magyar rokonságot és folytonosságot állította, és hát egy jelentős lépés volt a magyar önazonosság terén. Ez 1978-ban történt, és 1979-ben jelent meg édesapámnak, Grandtér KMD-nek az a tanulmánya, ami az első magyar geszt, ez a legrégebbi magyar geszt, még Árpád kora előtt íródott gesztát, a tárgyi indulist ismerteti, ez az első magyar nyelven történő ismertető ennek az őskronikának. És ennek alapján levonja azt a következtetést, hogy a magyar őshonos a Kárpát-medencében, mert a tárgyi indulistben megírják, hogy amikor visszajött hunor és magor népe, akkor itt egy velük azonos nyelven beszélő üngülüsz népet találtak. Most a tárgyi üngülüsz azt jelenti, hogy a magyarok története. Hogyha egy üngülüsz nyelven beszéltek, és a tárgyi üngülüsz a magyarok története, akkor az üngülüsz nyelv az a magyar nyelv kellett, hogy legyen. És hát ez 1979 óta, édesapám egy könyveknek egész sorozatát szentelte annak a felismerésnek, hogy a magyar őshonos a Kárpát-medencében. Most jelent meg egyébként talán éppen tavaly előtt a Varga Csaba kiadójánál, a Frick kiadónál őshonos a magyar a Kárpát-medencében a 20-valahanyadik könyve, ami ezt bizonyítja és ezt igazolja. Úgyhogy ez látni kell, hogy itt komoly munka folyik, és hát nem László Gyula elindított egy folyamatot, de valójában ugye itt azért sok nagy komoly munka született ezen. Igen, és az a döbbenetes, hogy a különböző tudományágak teljesen összevágnak. Tehát a nyelvész egy gyakorlatilag Varga Csaba is erre a következtetésre jut, ami szerintem abszolút perdöntőnek kéne lenni, és ezt tanítani kéne azok a genetikai vagy molekuláris biológiai vizsgálatok, tehát ott nincs csalás. Tehát ugyanezt mondják ezt, ugyanezt mondja a régészet, akkor én nem tudom, hogy a magyar történetírás még mire vár. Most én nem azt mondom, hogy amit a könyvebbe fölvázoltam, annak minden részletével mindenki egyetért, hiszen mi is kapásból föl tudunk itt sorolni párat, amit nem. Én csak annyit mondok, hogy ugyanúgy, mint a matematikában, hogyha van egy koordinátorrendszer, és abba itt szórnak a pontok, akkor matematikailag meg lehet állapítani azt az egyenest, amihez mindegyik a legközelebb van, de mindig fogunk találni olyan pontot, ami nem illik rá erre az egyenesre. Bár a történelem az nem matematika, de én úgy gondolom, hogy ami vázat így évmillióktól kezdve a középkorig fölvázoltam, ez egy olyan váz, amire sokkal több pont illik, mint a hivatalos történelemtudomány által tanítottakra. És biztos, hogy vannak olyan pontok, amik nem illenek, biztos bárki tud olyat most mondani, ami ebben nem illik be, de mégis azt mondom, hogy az adatoknak a 80%-a inkább ebbe illik be, és nem arra, amit mások tanítanak. Én úgy gondolom, hogy ez 10 000 éves, és simán belefér ebbe a... Hát végülis ez Kárpát-medencének a lenyúlása, tehát simán belefér ebbe a kultúrkörbe. Bele kell férnie. Az más. A genetikai azonosságunk, a kromanyonival pedig 13% a magyar genetikai anyag ennyire azonos az ötkel. Nem fordítva? De lehet, hogy fordítva, igen. Mert a neandervel, hogy ez biztos, hogy nincs közül. Egy másik dolog, amit olvastam, hogy interneten, hogy Amerikában létrehoztak egy projektet, hogy vizsgálja a domináns gén. Egyet akkor szeretek volna vizsgáltatni, de kettőt találtak, és ez a másik domináns gén azokon a területeken található meg, ahol a pentaton haks volt. Tehát az indiánoknál... Ez az árvai monográfia, ugye? Igen, próbáltam utána nézni, mert aztán sok helyre felkerült. Tehát a kutatónak a nevét azt megtaláltam, de ott az volt, hogy neurobiológus, az intézet nevét se sikert. Tehát lehet, hogy így van, csak az a baj ezekkel, hogy nem dokumentálható. Tehát...
Lehet, és igen. És még egyet hallottam, hogy ez a másik gén, ez a sémi gén, az negyedik generációban domináns, a Kárpát-medenc, vagyis a miénk, az meg már harmadik generációban. És ez olyan, mint a mulás vércsoport, mint a legősibb, az mindenkinek adható, mert legősibb. Igen, én nagyon földajára vagyok, és nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy csak olyat, ami bizonyítható, mert az ellenfél marmára hajtja a vizet. Tehát egy asztal négy lábon áll, de hogyha egyet kiütnek alolla, akkor is összedől az asztal. Tehát felejthetünk csodálatos remeteket, és minden beleillik, és a másik talál benne egy ilyen picébet, és akkor azt mondja az egészen, hogy gyerekek, hát mit hülyeskedtek, hát ez ennyit ér. És ezért vigyáztam a könyvbe, és nem szeretek olyat mondani, ami... Hát amit nem lehet bizonyítani, kész. Attól függetlenül valószínű, hogy így van, meg lehet, hogy megcsinálták, de így most gyakorlati használni, csak így a lelkünknek jó. A japán ragozónya? Igen. Ragozónya? Nem tudom. És akkor egy már elnézést, hogyha szóba került, nem csak én már személyesen hoztam meg, hogy volt egy magyar ember, aki abból diszertált, ott a Kadálajosnak hívták, mint a 8-10 éve halt Magyarországon, hogy az újjapán magyar nyelvrokonságot 600 szó családon keresztül bizonyította. Azt nem hallottam. És egyébként alapvetően ragozó nyelv, és a 600 szó család, itt is a könyvben, tehát a diszertáció mellett, amit kisebbek Magyarországon is ki lehetett kapni, amelyen, mondom, ezt az eredetet bizonyította. Én nézegettem annak idején megdöbbentő hasonlóságok és következtetések voltak. És a japánok ezt tudják is, ezt a rokonságot egyébként. Ezt nagyon nem szeretik hallani, de a mindenképpen a negyediket is ugyanúgy használják minden szinte más említő elterülen, tehát a vezetőjük is keresztül egy kombináció. Köszönöm szépen! Hogy a melyik volt főtámban a harcos csoport? Szamurájok, igen, és eljöttek ide genetikai anyagért, mert kiderült, hogy nem azonos a japán genetikai anyaggal, és kiderült, hogy az is velük rokon csoport volt a szamurájok. Igen, Attila, te vagy a főnök. Ha van még kérdés, akkor én csak egy szeretném megemlíteni, mert fontosnak tartom az archisúrákat. Az a 24 hun törzszövetségnek és a magyarságnak a történelmét írja le. Ott szó van egyébként a finnugok, illetve a sómákról is, a finnekről is. Körülbelül időszámításunk előtt a 4000 körül együtt élted a 24 hun törzszövetség a Sárga folyó környékén, tehát a mostani Kína területén. És onnan mentek át a japánok is, a mostani japánok ősei, illetve az ajnok, úgynevezett ajnok, akik szintén ehhez a hun törzszövetséghez tartoznak. A sómák pedig, úgy emlékszem, hogy körülbelül olyan időszámításunk előtt 3000-3500 között váltak ki ebben a törzszövetségbe, és jöttek Európába. Tehát a nyelvi rokonság vélhetően onnan ered. Természetesen még hozzátetni, hogy az archisúrák írja, hogy a Kárpát-medencébe folyamatos beáramlás történt a hun népek, a szövetségi népekből. Száz évenként meglátogatták a Kárpát-medencét, és itt maradtak a Kárpát-medencébe bizonyos létszámmal, és állandóan tartották a kapcsolatot a különböző törzszövetségi népek között Eurázsia területén. Többek között Egyiptom, a Közel-Kelet, a Kaukázus vidéke, az Uralvidéke, a Kárpát-medence és a Távol-Kelet. Az Altáj, illetve Ordosz környéke. Hát igen, ebben az a szép, hogy bármilyen úton indulunk el, ugyanerre a következtetésre jutunk. Még valakinek esetleg? Parancsolj! Nagyon megörültem a könyvben annak a fejezetnek, amikor eljutottunk odáig, hogy honnan származnak az indulatokat. Ha nem tudjuk. Igen. A kérdésem viszont az, hogy arról van-e valamiféle szemlélet, hogy honnan származnak a sémi népek? Hát ők érkeztek erről. Nem, ez a döbbenet, ezt írtam is a könyvbe. Tehát a ragozó nyelvű népekről. Hát
sumér, etruszk is azt hiába próbálják, ugye, hogy az etrusz nem az, a kusánok, stb. A szakirodalom mindig azt mondja, hogy homályos eredetű sumirok, homályos eredetű etruszkok. Külön kusán konferenciát hívtak össze, hogy kik a kusánok, mert ismeretlen eredetű kusánok. Na most a ragozó nyelvű népekről, akiről mindent tudunk, tudjuk, hogy hol értek, mikor értek, mit fedeztek fel, mindent tudok, azok mindig ismeretlen eredetűek. A sémi népekről és az indoeurópaiakról nem tudni semmit. A sémi népek nagy valószínűséggel az Arab-félsziget északi részéről, indoeurópaiak nem merem kimondani, de úgy gondolom, hogy nyelvromlással valahol nélt a ragozó nyelvű népek közül, tehát ezt leírni nem merem, de nem tudunk az eredetőkkel. Soha olyan megfogom, tegye fel a kezét, aki hallotta azt, hogy ismeretlen eredetű sémi népek, vagy homályos eredetű sémi népek, homályos eredetű indoeurópaiak. Tehát ilyet nem hallani. Tehát aki ismeretlen eredetű, olyasz nem, miénk ismert, ez mindig ismeretlen. Ez van. Ezért kell ilyen klubokat csinálni. Egy mondatot tennék hozzá, persze ez sem bizonyítható, majd tudom, mert nem tudja bizonyítani pillanatnyilag. Atlantisról annak elsüllyedése során folyamatosan beáramlás történt Eurázsiába, főleg Európa, illetve a közel-kelet, a földközi tenger medencéjében. Honnan áramultak be tulajdonképpen bizonyos sémi, illetve indo-európai népek, amit az Arvis úr a sáska népeknek mond. Ja, igen, azért nem mennék be, mert ezt nem tudjuk bizonyítani. Igen. Én oda szeretek a bizonyítható maradni. Igen. Hát akkor még egy... Parancsoljon. Ja? Hangosabb van. Visszatemették, tehát ez a nagykanizsai, a polgárcsőszömeg Attilától vettem ezt a gondolatot, hogy őt kell megkérdezni. Hát attól tartok, hogy addig, ameddig nem küzdjük ki és nem harcoljuk ki, addig nem. Tehát erről még a szakemberek sem tudnak. Az egyetlen monográfia, ami a kőkörökről, a magyarországi kőkörökről létezik, azt egy német nyelven jelentette meg a szerző magánkiadásban, Makkai János, és én személyesen a szerzőt szereztem be, úgyhogy azért tudtam róla erről írni. Tehát ez ennyire nem ismert, tehát azt meg kell változtatni a hozzáállásunkat, és tudni kell róla, és aztán lassanként, hogyha nagyon sokan tudunk róla, akkor lassanként meg kell változtatni a légkört, hogy ne fogadjuk, ne törődjünk bele abba, hogy ilyen fontos emléket, amit hogyha Angliában találtak volna meg, akkor az egész világ tele lenne vele, vagy hogyha akár bármelyik más népnél lenne. Igen, és ezt nem szabad nekünk belenyugodnunk abba, csak mi változtatjuk meg ezt a dolgoknak ezt a menetét. Igen, szóval az a döbbenetes, hogyha ez a románoknak kerül elő, akkor már könyvek tömege jelent volna meg, hogy a románok 6000 éve ott vannak. Tehát ez lett volna a reakció. A polgári a Debrecenből tavaly volt kiállítás, nem tudom, hogy állandó volt, tehát nem tudom, hogy még most megvan-e, vagy ki elvitték a kukába. És hát a tavalyi gyönyörű kiállulás volt a polgári autópálya leletmentési kapcsán. Hol volt? Debrecenben, a Dénmúzeumban. Valami elindult. Még az úr akart eszem? Hát esetleg mint fényként Somogy Fajszon volt egy van, hogy ismerik, ahol több tízezernyi nyílhegyet találtak, valami 60 vagy 90 egymás melletti őskohót, ahol reduktív módszerrel acélt gyártottak, bárhol bárki található lista, patokmedetbe vőszín, hematitot, szinte második kísérletre lehet faszénnel acélt gyártani bárkinek. Ezt a Kárpát-medencei emberek ismerték, ezt a Dunai Városi Acélművek vezetői csináltak egy múzeumot. Én tavaly voltam ott, ezek az ős kóhó, tehát egy kóhó együttes, tehát ez egy gyárnak tekinthető. Egy-egy bugába 30 kiló acélt tudtak csinálni, ha megnézzük, hány darab egy nyílhegy, akkor milliónyi nyílhegyet gyártottak, valószínűleg kellett valakinek. És
Ennek a múzeumnak a ablakait verdet és szaggatja a szél, talajvíz elárasztotta a utákat, és nem tudja azóta állni még. Magyar Nemzeti Múzeumot nem jött meg. Igen. Egyre sok fajszól volt. De ez valami szebbet fejezzük be. Még valami csak záró szóként, hát mondjak egy pár gondolatot arról, hogy ennek, amit itt hallottunk, nem csak az a jelentősége, amit itt hallottunk, nem csak a Szent Grállal kapcsolatban van ennek jelentősége, és nem csak a történelmi érdekessége, hanem ez tulajdonképpen a sorsunk, és a, nem csak a magyarság sorsáról van szó, hanem az egész Európáról, az egész világról. Az egész világnak a sorsa ma úgy zajlik egy olyan nyugati civilizációban, ahol a nyugati civilizáció kezdete óta az őstörténelmet betiltották és elvették, tehát tabu téma lett. A görögök egyébként hát, úgy tűnt, hogy sikerült egyszer és mindenkorra kiírtani és kivenni az emberiség tudatából, csak aztán arab közvetítéssel került be a görög tudás Európába, és ezért ennek köszönhető a reneszánsz. Ja, hogyha nem került volna be, akkor nem lett volna a reneszánsz, nem lett volna a újjászületés. És így vár ránk egy még nagyobb olyan újjászületés, amiben nem csak a görögökig megyünk vissza, és nem csak a görög és római történelmet tanítják az iskolában és írják az iskolai tankönyvekben, hanem a magyar történelmet is, és minden népnek az őstörténelmét, a valós őstörténelmét, és így lehet az újjászületéssel ellentétes folyamatokat megváltoztatni. És valóban az emberiségnek csak így tud lábra állni, mert addig, ameddig a manipuláció irányítja az emberiség életét, addig abba az irányba haladnak a folyamatok. Hogyha azt szeretnénk, hogy a kivontakozás irányába haladjanak a folyamatok, nem lehet másképp, mint egy biztos, szilárd talajon, vagyis vissza kell szereznünk az önismeretünket, aminek a gyökere az őstörténelem. Tehát ez egy kulcskérdés, amihez ragaszkodnunk kell, és amiért küzdenünk kell. Annyit hadd tegyek még hozzá, hogy egy kicsit szebb hangulatban menjünk el, hogy ebben a hatalmas munkában, amit mondtál, a magyarságra kulcs szerep hárul. És az évezredek folyamán ezt minden nép tudta, nem magyarokról, hanem mondjuk a szkíta népekről. Tehát ez az ítélet végre, hogy nem ez egy csúnya szor ítélet végre, tehát az a nép, aki tudja a jó és a rossz közötti különbséget, a világosság és a sötétség közti különbséget, ezt mindig a szkítákhoz kötötték. A Jelenések könyvének az egyik részlete az akkor is a szkítánkhoz. Tehát ez a középkorban teljesen elfogadott volt, hogyha végignézünk a magyar történelmen, Nimrodnak a kardja szét tudja választani a jót és a rosszat, a világosságot és a sötétséget. Attila, Isten ostora. Nagyon fontos, hogy ostor, mert az ostorra ugye csak egy irányít. Nem ütnek mind a korbáccsal, tehát nem megaláz, hanem irányít. Lehel, ugye erről azt mondja Lehel, hogy mi a magasságos Isten bosszúja vagyunk. Szent István királynak a nagy legendáriumában, ami 1080-ban keletkezett. Szó szerint az van, hogy a magyarságot a sors kifürkészetetlen akarata irányította a Kárpát-medencébe, hogy az igazi kereszténységet megmutassák a világnak. Ezt 1000 évvel ezelőtt is még volt, és ami döbbenetes, és ezt írtam a könyvemnek a befejező részébe, hogy Mikola István mondta el egy konferencián, hogy még minisztersége idején 2001-ben járt a Szent Atyánál magánkihallgatáson, ez még az uniós csatlakozás előtt volt, és akkor azt mondta a pápa, a Szent Atya a Mikola Istvánnak, hogy nagyon fontos, hogy a magyarok csatlakozzanak az Unióhoz, és most mindegy, hogy erről nekünk mi a véleményünk, hogy csatlakozzanak az Unióhoz, mert a magyarságra hárul az a feladat, hogy az igazi kereszténységet megmutassák Európának. Egyszerűen hátborzongtató, hogy 1000 év különbséggel, tehát a világ tudja, hogy tehát hogy ez a magasztos küldetése a népnek. Elolvastam a könyv végén azt a Somér idézetet, de nincs itt a másik szemüvegem, amivel befejeztem a könyvet, hogy a magyarságnak ez a magasztos küldetése, és egyébként szerintem ez a Szent Grál üzenete nekünk. Köszönöm.